Ügyek érkeztek a bizottsághoz, amelyek ilyen plegykákon, ilyen hírlapi kacsákon alapulnak, és az ellenzék fejében születtek meg, és ezért úgy gondolták, hogy a két ülés között illetve két parlamenti ülés között a nyári szünetben a Nemzetbiztonsági Bizottságot kell összeívni. Ez jól látható, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságot egyrészt Magyarország sikereinek tompítására, itt a sikeres VB-re gondolok, Szeretnék, végre, szeretnék működtetni, illetve hogy minél nagyobb botrányt, káoszt lehessen bemondani, és azt gondolom, hogy ez nem megengedhető a Nemzetbiztonsági Bizottságban. Nem, soha nem is volt gyakorlat egyébként a, a Nemzetbiztonsági Bizottság történetében, csak az elmúlt másfél évben ö, szoktak erre rá és jól látható, hogy óriási az összefüggés a soros terv és az ellenzék ilyetén működése között. Egyrészt az ellenzék teljesen össze van szorulva. Jobbiktól, az LNP-n, az msp n és a független képviselőkön most már túllőttek minden határon, mert a politika az ilyen, azt fogadjuk el, hogy a politikában, van egy ilyen csatározás, nem szép dolog ez egy cseppet sem, meg egyáltalán nem az ország és az emberek érdekeit szolgálja, de hát a lelkük rajta, ők soros tervét végre akarják hajtani, ezért minden eszközbe akarnak vetni. De az, hogy gyakorlatilag a meghiúsult bizottsági ülés után bejelentik, hogy a 2018-as vágyott hatalom átvétel után ők nem csak a politika területén fognak úgymond takarítani, hanem megfenyegették gyakorlatilag a, a, biz, a nemzetbiztonsági szolgálatokat és a fegyveres testületeket, hogy eljön az az idő, amikor majd el kell számolniuk azzal, hogy ebben a kormányjal együttműködtek. Na ez már minden határon túl megy. Ezt azt gondolom, hogy vissza kell utasítani. Demokráciában ez nem elfogadható. Ebben az ellenzék teljes egészében együtt játszik. Tehát az a helyzet, hogy ezt a bizottsági ülést teljes összhangban az MSZP Molnár Zsolt, az elnök, a cél Bernadettel, az LNP képviselőjével, és Mirkocki Ádámmal, a Jobbik képviselőjével beszélte meg. Engem nem is értesítettek erről, hanem kész tények elé állítottak, hogy ő nekik lesz egy ilyen bizottságülésük, és ők ezt szeretnék. Molnár Zsolt közölt, hogy megegyezett az ellenzék abban, hogy ősztől, illetve az elkövetkezendőkben a soros terv szerint fog működni a, a bizottság a soros terv egy-másfél millió illegális bevándorló beengedését tenni lehetővé évente, ráadásul úgy, hogy ezeket még segítik is, nem csak úgy, hogy a Soros által kifizetett NGO-k pátyolgatják őket, és látják el jó tanácsa, hanem nagyon komoly pénzeket kapnának. Eleinte Soros állná ezt a fejpénzt, ez 4,5 millió forint évente, utána pedig ezt Európai Uniós pénzből szándékoznak megtenni. A már bent lévőket, akik meg már bent vannak, akiket már beengedtek, és most nap mint nap kapunk híreket, egy Svédországból, Németország hogy milyen rettenetes biztonsági és egyéb problémát jelentenek. Például Svédországban 162 ezer emberről tudnak, a 162 000-ből mindössze 500 dolgozik. Ez a svéd egyébként munkahogyi hivatalnak a legutóbbi jelentése. Nos, őket pedig szét szeretnék teríteni. Egy állandó mechanizmus alapján most vagyunk épp a, a, a bíróságon ö, 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 perben az Európai Unióval, és ezért fenyegetnek bennünket minden szinten, és ehhez jön hozzá az, hogy az ellenzék pedig itthol a Nemzetbiztonsági Bizottságot is ennek a tervnek a megvalósítására szeretné felhasználni.